versenyzője is szerepelt a Halmi Viktor Valetudó esének Gyulának küzdelemnapja gálán. Hosszabbításban itt van velünk most közülük Kanyó Ádám, és itt van Halmi Viktor, és sziasztok fiúk, köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönöm a kívást. És gratulálok a szerepléshez, ez egy nagyon pazar. Mondhatni azt, hogy debütálás volt ebben a műfajban? Hát K1-ről beszélünk most. Volt már korábban K1 meccsem, viszont ez volt a legelső profi K1 mérkőzésem, szóval mondhatjuk, hogy debütálás volt, igen. Hogyan értékeled csak 3 mondatban Ádámnak a teljesítményét? Jó volt. Valóban ez így nem a mi műfajunk, MMA-ra készítjük alapvetően a srácainkat. Az Ádám az egy 5-ös kapott tőlem erre a szereplésére, mind a körítés, mind a ringben, amit teljesítményt hozott, az nagyon jó sikerült most. Hát az ellenfele az egy 30 éves ember volt, alapvetően MMA-ba lett volna a mérkőzés, vele egy idős ráccal. Visszalépés miatt időszűkében voltunk, ezért igen mondtunk egy másik szabályrendszerre és egy jóval idősebb ellenfélre, és így jött létre ez a mérkőzés. Második menetben K.O. Így van, második menetben K.O.-zott egy test térdessel az Ádám. Én nagyon elégedett vagyok a teljesítményével. Ádám, hogyan kerültél a küzdősportoknak a közelébe? Honnan indult ez? Próbálkoztál-e más sportággal? Más komoly küzdősportbeli próbálkozásom nem volt, abszolút. Én 13 évesen mentem le a Viktornak a termébe, és semmilyen komoly szándékom nem volt. Igazából nem volt célom ezzel az egésszel, ez inkább útközben kialakult a komoly cél. Eleinte talán annyi célom lehetett vele, hogy megtanuljak jól küzdeni, de útközben szerettem bele ebbe az egészbe, és úgy alakultak ki a további célok. Hogyan készültél erre a gálára? Mikor derült ki az, hogy K1 lesz és nem MMA? Hát én folyamatosan készülök ugye az évben, heti 6 vagy akár annál több edzéssel, ez ugye most se változott. Körülbelül a gála előtt másfél-két héttel derült ki a végleges fixálása a mérkőzésnek, tehát hogy K1 lesz és nem MMA, meg hogy nem az az ellenfél lesz, akivel eredetileg számoltunk. Körülbelül egy 2 héttel előtte tudtam ezt meg. Mennyi idő ilyenkor átállni fejben egy másik szabályrendszerre, amit Viktor is mondott? Ugye itt már földharcol nem igazán lehet beszélni, meg nincs ketrec. Igazából hogy leegyszerűsítsem a szabály jogbeli különbségeket, de hát nyilván ez nem csak erről szól. Igazából annyi, hogy abban a 2 hétben már kizárólag állóbunyót gyakoroltam, arra készültem, nem birkóztam. Nekem abszolút nem volt semmi így átállni erre fejbe. Kivettük azokat a szegmenseket, ami az MMA-nak a része a felkészülésből. Viktor, ilyenkor tudatosan, mikor külön időt szántok arra, hogyha tudod, hogy most K1 lesz, hogy akkor ez egy teljesen relatíve, teljesen más történet lesz alapvetően, a megmérettetésen? Alapvetően a srácok így 5 szegmenst készülnek az MMA mérkőzésre, benne van az állóharc, ami a Thai Box, Kickbox jellegű, benne van a birkozás, benne van a Brazil Jiu-Jitsu, benne van a Ground and Pound, és összességében az MMA, tehát ők 5 szegmens sportágban kell, hogy készüljenek folyamatosan. Tehát nem volt számára az újdonság, hogy kizárólag csak állóbunyót készülünk. Kivettük azokat a részeket, ami az MMA-hoz kellett volna az utolsó 2 hétben, és akkor ezt szerint folytattuk a felkészülést. Viktortól kaptál egy 5-öst, most én arra kérlek, hogy értékeld magad egyáltalán ezt a küzdelmet. Második menetben véget vetettél neki. Valóban, én 2 részre bontanám az egészet, például egyik az a ringen kívüli teljesítmény, a másik a ringen belüli. Én a ringen kívüli teljesítményemmel meg voltam elégedve, úgy gondolom, hogy nagyon jól összeszedtem magam mentálisan a küzdelemre, bár előzőleg izgultam, de úgy gondolom, hogy
jól be tudtam nyugodni, és a Viktorral is megfelelő volt a kommunikációm végig a felkészülés alatt, és végig a bemelegítés alatt is, egészen a meccs leállításának a pillanatáig. A ringen belüli teljesítményem az lehetett volna jobb, de hát ezt tudtam még egyről kihozni. Viktor? Nagyon jó volt az öltözőben is már a kommunikáció. Én végig interjú voltam az Ádámot, hogy hogy van, hogy mit érez, közvetítse az, hogy... Tehát mi ezt egy ilyen jövőbeli, akár profi MMA mérkőzés ilyen egyik próbájának is szántuk. Nem volt nagy elvárásunk, természetesen azért mentünk oda, hogy idő előtt befejezzük ezt, minden mérkőzésre úgy megyünk oda, hogy idő előtt befejezzük, legyen szó K1-ről vagy MMA-ról. Tudtuk, hogy az ellenfél az elég rutinos, egy 17 éves kölyök ment össze egy 30 év fölötti 15 éve a szakmában versenyző Tóth Károllyal, aki azért jó ideje, meg azért elég rutinos. Rutinos, sok jó eredménye van, gyakorlatilag többet versenyzett, mint amennyit Ádám élt, úgyhogy több időt, formában volt, küllemre látszott, hogy jól néz ki a srác, tehát nem egy ilyen visszarendelt, nyugdíjazott versenyzőről volt itt szó. Minden a terv szerint ment, én nagyon, nagyon örültem ennek, és mit szeretnék még? Hát mindenképp megemlíteném. A hogy többiekről én arra kérlek, igen, hogy szóljál még. Megemlíteném, igen, hogy még kettő versenyző, a Szilvás Roderik, második menetes TKO győzelmet hozott. Ő amatőr MMA-ban a terv szerint, mind a három srácomnak amatőr MMA-t szerettem volna erre a rendezvényre is, meg egyébként mindenhova, de ez Magyarországon most nem könnyű. Kénytelenek vagyunk a szegmens sportágakba elvállalni nagyon sok mérkőzést, azért, hogy meglegyen a megfelelő meccsrutin, a még fiatalok. Természetesen majd a jövőben ő is, majd ő elmondja, hogy mi a végső célja, de profi MMA-s szeretné lenni, ezzel szerintem nem mondtam el sok titkot. A többi srác is azt szeretne lenni, Szilvás Roderik, ő szerencsés volt, mert neki amatőr MMA mérkőzése volt itt Gyulán, neki összejött az eredeti terv, második menetben, mint mondtam, TKO-s győzelmel, és sajnos a harmadik versenyzőnknek, a legfiatalabbnak, a Makula Lajosnak, ő neki az ellenfele, szintén K1 mérkőzése lett volna. Az utolsó napokban sajnos megbetegedett, úgyhogy nem tudtunk már pót mérkőzést betenni, úgyhogy neki sajnos elmaradt, de a jövőben ő is ugyanúgy indul, amint csak lehet. Viktor már feltett gyakorlatilag egy kérdést. Mi a célod ezzel a sportággal egyáltalán? Ebben a sportágban mire szeretnéd vinni? Meddig szeretnél eljutni? Hosszú távon gondolkozol ezzel kapcsolatban? Hosszú távon gondolkozok, abszolút. A hosszú távú célom az az, hogy bekerüljek egy profi sorozatba, egy profi gála sorozatba, és ott szerezzek egy világbajnoki övet a súlyomba. Rövid távú célom pedig minél több amatőr versenyen részt venni. És akkor további célok, és egyáltalán továbbiak, Viktor? Most így ezt a néhány versenyzőmet kívánjuk építeni a profi karrier irányába. A jelenben jó minden, azt tudom mondani, minden a terv szerint megy. Azért itt két-öt éves, általában egy átlagképességű versenyzőnél a klasszisról van szó, akkor az azért lerövidül, de általában azért ő is 12 évesen bejött, majdnem azt lehet mondani, hogy a mínuszról kezdtük, mert fekvőtámasz vagy egy húzózkodás, az egy álom volt számára, hogy így majdnem ment is így összeakadt a lába, tehát én még emlékszek erre az időkre, hogy az Ádám ilyen gyermekkori alapok nélkül érkezett, tehát nem volt egy birkozó alapja, mint sok srácnak, vagy focista alapja, semmi nem volt. És onnan értük el ezt, hogy most 17-5 év, az első 5 éves edzése után, vagy az első 5 év után képes volt azért egy profiban, K1-ben egy felnőtt versenyzőt TK-ozni, vagy K-ozni így a második menetben. Egyébként MMA-ban is nagyon sikeres, és egyébként egy tipikus olyan szerencsével, hát relatív szerencsével megáldott fiú, hogy neki még nem nagyon volt olyan mérkőzés, ahol valahogy nem jóval idősebb versenyzőkkel csapott össze.
valahogy így hozta az élet. Ő, mintha az élet is arra készítené, hogy ő mindig nagy terhelést kapjon, mindig valami nagy dolgot kelljen, mindig elhiggye magáról, hogy ő képes valami idősebb embert, vagy nála nagyobb darab embert. Tehát mindig az MMA mérkőzésein is, meg az összes többi ilyen állóbunyó mérkőzésein is ilyen nagy kihívások elé állította az élet. Ez lehet, hogy borítékol valamit a jövőre, meglátjuk. Nincsenek véletlenek szerintem. Versenyek a közeljövőben? Versenyek, az most megyünk ezen a szombaton, amatőr MMA magyar bajnokság, ő azt 77 kilóban tavaly megnyerte. Ugye akkor azért 77 kilóba és nem 70 kilóba, mert neki az a súlya, mert akkor a másik versenyzőnk indult, és nem szerettük volna, hogy egy súlycsoportban két versenyzőnk legyen, tehát ő ott is bevállalta nagyobb srácokat. Így is bajnok lett, ott még valószínű, hogy a Makula Lajost is indítjuk ezen az amatőr MMA, és folyamatosan jönnek, most hála Istennek egész évben egész jó be vagyunk táblázva, úgyhogy az amatőr rutin megszerzése, itt ami most a fő cél, így a profi karrier, ami egyébként a második öt évnek a programja. Tehát most elértük azt, hogy a nulláról vagy a mínuszról itt vagyunk, ahol vagyunk, és most jön a második öt év, amikor az amatőr pályafutás alatt a mennyiség lesz a lényeg, mind MMA-ban, mind kénytelenek leszünk a szegmens sportágakban is, grapplingben, K1-ben, thaiboxban elindulni, és akkor ezzel a nagy mérkőzés számmal remélhetőleg egy olyan rutint szerzünk meg, ami már utána egy szerződés aláírását egy profi szervezetnél, majd utána az ott eltöltött munkát azt meg fogja könnyíteni. Vagyis hát nem megkönnyíti, hanem egy sokkal rutinosabb ember indul ott, egy jó amatőr pályafutás után mindig jobb profi versenyzőket, profi harcosokat kapunk. Hát most még azt feliratoztuk Ádám a neved után, hogy amatőr MMA harcos. Ugye az amatőr az itt jó értelembe vett amatőr, de akkor rövidesen, akkor bízunk abban, és neked is ez egy komoly célkitűzésed, hogy az ott már profira változzon majd. Igen, ez még hosszú évek kemény munkája, de állok elébe. Belőttél már egy dátumot? Itt ilyen... Nem hiszem, hogy ott azért változhat. Tehát lerövidülhet, meg adott esetben meg is hosszabbodhat. Nagyon sok srácot buknak el a különböző küzdősportok, és szerintem egyéb sportok is annál a résznél, amikor bejön a rettegett nő és a munka. Tehát a barátnők meg a különböző munkakezdések azért rengeteg srácot vettek el így a profivá válástól. A mi klubunk életében is egyébként. Én nagyon bízom benne, hogy Ádámot majd ezeken a nehézségeken is át tudjuk segíteni, hogy megfelelő partner találjon maga mellé, és megfelelő munkát találjon, amíg nem ebből tud élni. Nagyon jó klubunk van, nagyon sok segítő üzletember és barát mellénk áll, hogy tudjunk menni akár komoly edzőtáborokba, mert azokra is nagyon nagy szükség lesz a jövőben, akár külföldi edzőtáborokra, vagyis hát csak külföldi edzőtáborokra. Itthon nem nagyon tudunk ezzel lépést tartani itt magyar szinten, azzal, amit kíván a szakma nemzetközi szinten. Ugye az Ádámot majd repítgetni kell jobbra-balra a világba, hogy meg én is majd amikor tudok, megyek vele, de most már ő azon van, hogy a második öt évben automatává kell félig válnia, mint minden profi bunyósnak, tehát nem mindenbe számíthat az edzőre. Én mellette leszek maximálisan, az egész úton végigkísérem. Egyébként azt kell tudni róla, és én ennek nagyon örülök, hogy ő egy nagyon céltudatos ember. Dolgozik, kétkezi... Ez egyik záloga a sikernek. Kétkezi munkától kezdve egyébként az őrzésekig nyáron, amiben csak tudtunk, segítettünk munkatéren is neki, és ő neki van egy erre fenntartott sportkasszája, és ő készen áll bármikor utazni bárhova, mert ő tényleg ezért dolgozik, és ezért edz. Úgyhogy a többit meglátjuk, de szerintem megérdemli a sikert. Fiú, gratulálok. Köszönjük. Találkozunk még itt akkor majd ebben a stúdióban. Az köszönöm, hogy nálunk jártatok. Mi is köszönjük. Kedves nézők, ez volt a hosszabbítás. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!